Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió október 17-i csütörtök esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Melegednek a radiátorok. A legtöbb társasházban október elején bekapcsolták a távfűtést. Szemünk fénye. Október a látás hónapja. A hazai optikákban ingyenes szűrővizsgálatra várják az embereket. Munkából jövet. A felkészülést követően mostantól a versenyeken bizonyíthatnak a Spartacus úszói. Októberben több körzetben is elindult a távfűtés. Az újvárosi lakótelepen október 4-én indították el a szolgáltatást. Fűtési igény szerint a társasházi hőközpontokban a lakóközösség döntése alapján kapcsolják be a fűtést. Hivatalosan október 15-től május 15-ig tart a fűtésszezon. A város több pontján már idő előtt be kellett kapcsolni a fűtést a szeszélyes időjárásnak köszönhetően, mondta Kajtár Zsolt. Október 4-én durván két hete az időjárási körülmények miatt, hogy akkor bejött a hirtelen a hideg, elindítottuk a távfűtést, ami azt jelenti, hogy a társasházi hőközpontokban elérhetővé tettük a fűtés, a távfűtést. Innentől kezdve a lakóközösségek, illetve a közös képviselők kezében volt a döntés, hogy mikor is kapcsolják be úgymond a keringető szivattyúkat, hogy elindítsák a lakások felé menő fűtést. Az újvárosi részen több fejlesztés is megvalósult, ennek köszönhetően kazánházi víz jut a lakosokhoz, ami közvetlenül szolgáltatja a kazánház és a hőközpontok között az összeköttetést, emelte ki Kajtár Zsolt. A jövőbeli tervek közé tartozik az is, hogy minden társasházi tömbben saját használatú meleg víz jut a háztartásokhoz. A lakosok többsége meg van elégedve a távfűtéssel. Távfűtéssel van a lakásunk, és amit fűtenek, az megfelelő eddig még legalábbis. Jóval kevesebb a fűtése, még feliné is kevesebbet fizetek. Úgyhogy az elsők között voltunk, mikor történt ez az átépítés, és most már, hát az 2006, nem is tudom, hogy volt, de kevesebb a fűtésem, úgyhogy még vagyok fele elégedve. Valóban. Az épületben a felhasználók és a szolgáltató között üzemviteli megállapodás vagy eseti megrendelés a mérvadó a fűtés indításánál. A megállapodástól eltérő be- vagy kikapcsolást kérhetik a lakók szeptember 15-től május 15-ig, ez egy alkalommal díjmentes. Minden további, illetve más időszakban igényelt eseti rendelkezés térítéses. A Bajavíz Kft. Tájékoztatja a felhasználókat, hogy október 17-től a város vízellátását szolgáló második főgerinc vezetéken csőtörés történt. Emiatt nagyobb javítási munkába fognak a szakemberek. A munka előfeltétele a második és a harmadik számú főgerinc vezetékek lezárása, víztelenítése. Mivel a város ellátását a javítás alatti 2-3 hétben kizárólag az első főgerinc vezeték fogja biztosítani, így a megnövekvő vízsebességek és a megváltozó áramlási irányok miatt egyes területeken a víz átmeneti zavarosodása várható. A szolgáltató folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a normál üzemrend mihamarabb helyreálljon. Ehhez kérik a bajaiak türelmét és megértését. Ingyenes látásvizsgálatra mehetnek októberben a magyarok. A látás hónapja elnevezésű országos kampány során a megszokott betegforgalom 2-3-szorosával számolnak a hazai optikákban. A Magyar Látszerész Szövetség akciójának célja az, hogy az éves ellenőrzéseken időben kiszűrjék a komoly betegségeket. A számítógépes vizsgálat csak pár percet vesz igénybe, és teljesen fájdalommentes. Ilyenkor a szakember a szem fénytörését nézi, a réslámpa segítségével pedig nagyításban látja, a látószer felszínét és a szemlencsét is vizsgálni tudja. Az egyik bajai optikában nem csak októberben, hanem az év többi időszakában is tartanak ingyenes szűréseket. Egy átlagos vizsgálat körülbelül úgy van, hogy egy negyed órát vesz igénybe. Itt a doktornőnk vagy az optometrista kolléganő ugye megnézi a látást, és ha esetleg bármilyenféle szembetegséget vagy valamit ugye észrevesz, akkor ugye itt tudjuk korrigálni. Akár egy szemüveglencsével, vagy akár ugye tovább tudjuk küldeni az illetőt műtétre, vagy esetleges korrigálásra. A felmérések szerint az elmúlt 15 évben folyamatosan nőtt a rövidlátók száma. A föld lakosságának közel a harmadát érinti. A probléma hátterében pedig nem csak a genetika, hanem a folyamatos közelre nézés áll.
A szemet ugyanis nagy mértékben megterheli a számítógép, az okostelefon vagy éppen a tablet képernyője. Az idei országos kampány jelmondata az ártalmas kékfényre hívja fel a figyelmet. Amit az enyémben is lehet látni, biztosan lehet látni, hogy ilyen kékes lilás tükröződése van. Őket kifejezetten arra találták ki, hogy ezeket a digitális eszközök által kibocsátott hideg-kék fény semlegesítik. Arról kell, ugye, vagy azt kell róla ugye tudni, hogy szemfáradtságot okozhat, ha nagyon sokat fókuszálunk előre, álmatlanságot és szemfáradtságot okoz. Gyermekek esetében évente érdemes megnézetni a szemet, főleg az iskola kezdés előtt. A felnőtteknél 2 évente javasolt a szűrés. Aki szemüveges, cukorbeteg vagy magas a vérnyomása, azoknak pedig még gyakrabban ajánlott az ellenőrzés. A szürke és a zöld hályog esetében is fontos a korai felismerés, hiszen csak ebben az esetben gyógyítható meg teljes mértékben a szem. Robotok szállták meg a Bajai gyermekkönyvtárat. Az intézmény az országos Code Week, azaz a programozás 7-es sorozatban vett részt, amely során a gyerekek kipróbálhatták a modern technikai eszközöket. Az értékek gyarapításáról, a meglévő gyűjtemények megőrzéséről és a múzeumok feladatairól tanácskoztak a szakemberek Baján. Az országosan is elismert Pulszki Társaság és a Tűr István Múzeum szervezésében megvalósult találkozóra az ország más városaiból és a határon túlról is érkeztek vendégek. A találkozó során a résztvevők a közgyűjteményekkel kapcsolatos észrevételeiket is megvitathatták egymással. Múzeológusok és restaurátorok foglalták el helyeiket a Városháza dísztermében csütörtökön délelőtt. 2019-ben első alkalommal szervezte meg a főváros helyett vidéken a múzeumok társadalmi szerepvállalását támogató Pulszki Társaság azt a tudományos konferenciát, amely lehetőséget biztosít a szakembereknek, hogy megvitassák észrevételeiket a kulturális intézmények helyzetéről és az aktuális kérdésekről. A találkozón kiemelt figyelmet fordítottak a közgyűjtemények helyzetére, a múzeumok ugyanis csak gyűjtemények birtokában maradhatnak fent. Emelte ki Kovács Zita, a Bajai Tőr István Múzeum igazgatója. Gyűjtemény nélkül nem létezik múzeum, ezért nagyon fontos, és a szakmai megbeszélések, kerekasztalok, előadások során kitérünk a gyűjteményezési problémákra, hogy hogyan lehet ma gyűjteményt gyarapítani, hogyan érdemes megválogatni azokat a tárgyakat, amelyek a múzeumba kerülnek, hogy a bekerült és nyilvántartott anyagot hogyan védjük meg, tehát állományvédelmi szempontból is nagyon sok kérdés merül fel a 21. században, amelyre itt a kollégáktól tudunk majd tapasztalatokat gyűjteni. Amint egy 850 taggal rendelkező egyesület 2021-ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az utóbbi időszakban átalakult a múzeumi ismeretátadás szerepe, a változás következtében pedig egyre többen ismerik fel az intézmények nyújtotta élményközpontú tanulást. Nagyon fontos a közneveléssel való kapcsolata a múzeumoknak. Egy olyan tudás átadás zajlik a múzeumi keretek között, amely élményt is ad, és ezzel sokkal hatékonyabbá válik a tanulás, az ismeretszerzés. Kinyílnak a gyerekek, olyan készségeikkel találkozhatnak a pedagógusok, amelyek az iskolai tanórák keretei között nem jelennek meg. A tudományos találkozó a Nemzeti Kulturális Alap és Baja Város Önkormányzata támogatásával valósult meg. Miratik Lára polgármester kiemelte, a múzeumok fontos szerepet töltenek be a felnövekvő generációk életében. A fiatalok ugyanis az intézményekben őrző gyűjtemények által ismerhetik meg hazánk múltját. Baján nagyon izgalmas és nagyon jó munka folyik ezen a területen. Alig győzik a csoportokat fogadni a múzeumok, de nyilvánvalóan mindent lehet fokozni. Tehát ez a munka, ez fokozódhat, én arra biztatnám a pedagógusokat, az iskolavezetőket, hogy keressék a kapcsolatot a múzeumvezetőkkel. A rendezvény sorozat keretében a résztvevők a szakmai javaslatokon túl a mindennapi életben alkalmazható kommunikációs módszerekkel is megismerkedhettek. A konferencia pénteken folytatódik, amikor is újabb kerekasztal beszélgetésekkel, előadásokkal és tárlatvezetéssel várják a találkozó vendégeit. Elindult a Magyar Államkincstáron keresztül a mezőgazdasági termelőknek nyújtott agrártámogatások előleg fizetése, amely idén 240 milliárd forintot tesz ki.
mondta Nagy István agrárminiszter egy budapesti sajtótájékoztatón. Az év végéig a közvetlen támogatásokból mintegy 200 milliárd forintot fizetnek ki, míg a vidékfejlesztési program egyes terület és állat alapú támogatásaiból 30 milliárd forint előleg kifizetése indul. Az előleg fizetéssel a gazdálkodóknak az őszi munkák zavartalan elvégzéséhez nyújtanak segítséget, emelte ki a tárca vezető. A 2019. évi terület alapú támogatás összege várhatóan 75 ezer forint lesz hektáronként. Magyarország az időjárási viszontagságok miatt idén is jogosult a termelőknek emelt összegű előleget fizetni, ami azt jelenti, hogy egy minden feltételnek megfelelő gazdálkodó egységes terület alapú támogatás jogcímen 33 ezer forintra számíthat hektáronként, és aki még a zöldítési támogatás előlegére is jogosult, az mintegy 50 ezer forintnyi hektáronkénti kifizetést kaphat idén. A kifizetés első hetében 50 ezer gazdaságnak mintegy 50 milliárd forintot folyósítanak majd. Robotok szállták meg szerdán délután a Városi Könyvtárat. Az intézmény gyermekrészlege ugyanis csatlakozott az országos Code Week, azaz a Programozás Hete programsorozathoz, amelynek keretében az informatika világában merülhettek el a fiatalok. A játékos feladatok során pedig nem csak jól érezhették magukat, hanem a tudásukat is bővíthették a diákok. A Lego robot programozásával ismerkedhettek meg az érdeklődő gyermekek a 7. Code Week keretében a Bajai Könyvtár gyermekrészlegében a Szent László AMK közreműködésével. A rendezvény házigazdái Daka Mónika, Mohácsi Zoltán és Paus Róbert voltak. A kódolás hetei alatt világszerte sokan dolgoznak azért, hogy minél többen kipróbálhassák a programozás alapjait, bepillantást nyerhessenek a programozók mindennapjaiba, munkájukba és abba, hogyan hat a digitalizáció és az informatika a mindennapi életünkre. Ebbe a programba kapcsolódott be a Bajai Intézmény is. A mai világban én azt hiszem, hogy minden műszaki vagy kutatói pályán levő embernek meg kell tanulnia programozni, hiszen a munkája során szüksége lehet rá, úgyhogy nagyon hasznos, ha a gyerekek kiskorukban kapcsolatba kerülnek egy kicsit a programozással, a kódolással, akár csak játékos szinten, hiszen később nem lehet tudni, hogy ezt hol tudják majd hasznosítani. A Szent László AMK programozás szakkörének diákjai örömmel tanították kisebb társaikat ezen a délutánon. Egy kis áramköri lapkát, mikrobitnek hívják, ezt fogjuk megtanulni a gyerekekkel programozni, hát teljesen természetesen minden lehetőséget, kiaknázva nem, hanem csak az alapokat, egy kis kettelést. Tulajdonképpen ezt az eszközt, ezt direkt gyerekeknek a programozás első lépéseire találták ki, hogy megtanulják, hogy hogyan lehet egy ilyen eszközt programozni. Egy vizuális fejlesztői környezet van hozzá, ami vezeti őket magyar nyelven, tehát nem kell nekik a nyelvi nehézségekkel megküzdeni. A 11 éves Benedek éppen a ledes programozás lépéseit sajátítja el. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy minél korábban megtanulja a számítástechnika alapjait, amely a későbbiekben nagy hasznára válhat. Engem így most kezdett el érdekelni, és igazából azért ezért jöttem el, meg ilyet ledet csináltam, és nagyon élveztem, úgyhogy újra nekivágtam. A másik gombotja, mivel majd tudjuk a sebességét gyorsítani, lassítani. A mikrobit programozás után pedig megérkeztek a nap sztárjai, a Lego robotok. A gyerekek ámulattal nézték, ahogyan a kis szerkezetek teljesítették programozóik parancsait. Kézműves foglalkozásokkal, gyermekprogramokkal, ételkóstolóval és élőzenés koncertekkel várják az érdeklődőket Vaskúton. A hétvégén rendezik meg a településen a Vaskúti őszi vigalom nevet viselő sorozatot, amely a nyári vendégváró fesztiválhoz hasonlóan számos program lehetőséget kínál a látogatók számára. A rendezvény részleteiről Alszegi Zoltán, a község polgármestere számolt be híradónknak. 11 órától Tom Peti és barátai fellépése lesz. Ez hát az érintett korosztálynak, illetve az érintett korosztályhoz tartozó szülőknek úgy gondolom, hogy egy színvonalas program lesz. Délután, mint ahogy említettük is már részben a születi bálhoz, születi felvonuláshoz kapcsolódva egy születi felvonulás lesz, 14 órától indul.
majd pedig különböző nemzetiségek ételspecialitásait lehet kóstolni, és utána következik a már említett rönfőzés, amit hát utána a résztvevők, illetve a kilátogatók elfogyaszthatnak. 18 órától ismét egy élőzenés koncert lesz a Bikini Együttessel. Bikini Együttes már járt Vaskúton két alkalommal is, nagy sikerű koncertet adtak, hiszen széles korosztály tudnak a fiataloktól az idősebbekig megszólítani és vonzani a koncertjükre, tehát egy ilyen koncert lesz. Utána a Retro Feeling nevű zenekar fog adni egy kvázi utcabálhoz talpalávalót, utána pedig MC Haver és a Teknő, ha jól mondtam, a Mulató zene kedvelőinek fog még egy műsort adni. A végéhez közelít az úszók őszi felkészülése. Pas Ferenc tanítványai szeptember eleje óta dolgoznak a Szigeti Sportoszodában, hogy az évvégi versenyeken minél jobb teljesítményt nyújtsanak a medencében. Sportolóink nem fognak unatkozni a következő hetekben. Az úszók számára az ősz eleje mindig a kemény munkáról, az alapozásról szól. Most sincsen ez másként, szeptember eleje óta dolgoznak sportolóink a Szigeten. Sőt, az első versenyen is túl vannak már a mieink, az elmúlt hétvégén Móron egy rövid pályás viadalon biztató képet mutattak a fiatalok. Kalmár Ákos a hosszúra nyúlt nyári szezont követően kapott ugyan egy kis pihenőt, mostanra azonban már ő is visszaszokott a munkába. Számára is, meg számomra is kellemesen meglepve egész hamar összeszedte magát, és hát még természetesen nem tartunk ott, ahol a nyár végén. Ugye van némi plusz kilók is, amiket összeszedett, azokat is még le kell dolgozni. Hát decemberig van még időnk, és hát szépen haladunk előre. Mind Ákos, mind pedig a közvetlen utánpótlás számára nagy sorozat kezdődik el ezekben a napokban. A csapat jelentős része a hétvégén egy kecskeméti viadalon ugrik immáron 50 méteres medencébe, majd pedig az őszi szünetben a bajaiak 10 napon át Hajdúszoboszlón edzőtáboroznak. November végén pedig jöhet a megszokott hazai verseny is. Ezt szervezzük, illetve hát folytatjuk tovább az edzéseket. Ennek az időpontja november 30. december 1 most az idén, és hát már jeleztek több helyről kollégák, hogy nagyon szeretnének jönni, úgyhogy egész jó kis mezőnynek tűnik így az előzetes előrejelzések alapján, akik részt fognak venni. Ugye nagyon komoly úszókra nem tudok számítani, hiszen ott nagyon sűrű lesz a decemberi program. A halászlékupa után Kalmár Ákos a rövidpályás Európa-bajnokságon indul, míg ezt követően majd az országos bajnokságon tempózhatnak a Spartacus kiválóságai. Sűrű, de remélhetőleg sikeres időszak áll az úszóink előtt. Főbb híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Melegednek a radiátorok. A legtöbb társasházban október elején bekapcsolták a távfűtést. Szemünk fénye. Október a látás hónapja. A hazai optikákban ingyenes szűrővizsgálatra várják az embereket. Munkából jövet. A felkészülést követően mostantól a versenyeken bizonyíthatnak a Spartacus úszói. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Éjszaka többfelé képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet, amely holnap főként az Alpok alján és a Kisalföldön néhol tartósan is megmaradhat. Csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös tájakon lehet néhol köccitálás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, pénteken többnyire 19 és 26 fok között várható.